A Városnapját, valamint a Matyó Expo és Fesztivált koszorúzással nyitották meg június 24-én pénteken. Mátyás király szobránál koszorút helyezett el Mezőkövesdváros önkormányzata, Bátszálcungen testvérváros delegációja, Kisköves, Nagykövesd és Kézdivásárhely testvérvárosok polgármesterei, valamint Zóri testvérváros alpolgármestere. A Városnapja mindig meghatározó esemény egy település életében. Városnak lenni ugyanis nem csak puszta név, de rang és azt az ország a nemzet vérkeringésében elfoglalt szerepre is utaló fogalom. Ezért adózzunk minden évtizedben tisztelettel Mátyás királynak, aki 1473-ban mezővárosi ranggal tüntette ki településünket. Ezt a rangot ápolni, gyarapítani és megőrizni valamennyi mezőkövesdi közös érdeke, hiszen jövőnk záloga, hogy településünk milyen szerepet tölt be hazánk gazdasági és társadalmi életében egyaránt. A mezőkövesdiek mindig a múltjukat, elődeiket, kultúrájukat tisztelő emberek hírében állottak. Ezért helyezzük el ma is a megemlékezés virágait Hunyadi Mátyás királyunk mellszobránál. A koszorúzást követően az immár negyedik alkalommal meghirdetett 100 rózsás hímzőpályázatra beérkezett munkákból készített kiállítás megnyitóján vehettek részt a vendégek a Matyó Múzeumban. Kultúrfölényünk van minden európai nép fölött, népművészetünkben. Írta dr. Viski Károly, a jeles néprajzkutató. Különösen igaz ez, a megállapítás, ha a magyar nyelvterület rendkívül gazdag hímző hagyományát tekintjük, melynek országvilág előtt talán legismertebb gyöngyszeme a matyó hímzés. Annak ellenére, hogy Mezőkövesd az ország legszegényebb térségei egyikének számított, népművészete és a különleges sajátosságokat mutató hímzés technikája kívülállók számára mégis jó módúságot sugalt. A hímzések anyaga fekete klott és fehér vászon volt. Elsősorban azért, mert eleinte egyszerű vászonhímzéseket használtak, kék és piros vászonfonallal, ami később a gyapjú és gyöngyfonallal is kiegészült. Először csak a lepedők szélén, a legényingek lobogós ujján, majd a surcon, a keskeny női vagy férfi kötények alján használták az 1870-es évektől. Minden színnek megvolt a maga jelentése, használatának szokása. A matyó hímzés hatalmas érdeklődésre és rajongó táborra tett szert az elmúlt években, sőt évszázadokban. Megjelent a főúri polgári szalonokban, híres divattervező kollekcióin, címlapokon, képeslapokon, és így eljutott a tengerentúlra is. A matyó hímzés az ország védjegyévé vált. Emelte még ki beszédében városunk polgármestere, dr. Fekete Zoltán köszöntőjét követően a Matyó Népművészeti Egyesület vezetője köszöntötte a megjelenteket. Megtisztelte a negyedik hímzőpályázatunkat igen sok magyarországi szakkör és egyéni alkotó, amely azt hiszem, hogy az elkövetkezendő néhány szóval picit részletesebben fölülmúlt minden eddigi teljesítmény, hiszen olyan alkotások születtek a matyó kézimunkák, illetve a matyó hímzőhagyományok felhasználásával, mint az elmúlt évtizedben még sohasem. Berecz Lászlóné köszönetét fejezte ki F. Tóth Máriának, az Oktatási Kulturális Minisztérium nyugalmazott főtanácsosának, akinek szakmai területe a népművészet. És akár hogyan is törtem a fejem, igazán ez a gondolatmenet volt az, amit úgy éreztem, hogy mindahhoz, amit el szeretnék, meg szeretnék osztani önökkel, el szeretném mondani, az ahhoz illik ez a szép gondolatmenet, amit Károlyi Gáspár Biblia fordításából vettem. Üzenetünk van, melyet tovább kell adnunk szomszédainknak, városainknak, az egész világnak. Örökségünk van, melyet át kell élnünk, és hirdetnünk kell minden újonnan születőnek. A negyedik 100 rózsás hímzőpályázatra idén az ország minden szegletéből, sőt még az országhatáron túlról is érkeztek munkák.
Összesen 124 alkotás érkezett be, amiből a zsűri 105 hímzést ítélt példaértékűnek. Nagyon örömmel mondhatom, hogy ez a negyedik alkalom a hímzőpályázat meghirdetésének kezdete 2002 óta, és szerencsére ez beigazolja a Matyó Népművészeti Egyesület eredeti gondolatát, hogy a Száz Rózsás hímzőpályázaton kifejezetten a matyó hímzés legkülönbözőbb stílus korszakainak alkotásai kerüljenek bemutatásra. Tehát eleve a pályázat kiírása már első alkalommal arról szólt, hogy mezőkövesdi, régies hímzés, vagdalásos, fehér hímzéses darabok, cipés madaras időszakból, a korai piros-kék sárga pamutfonalas hímzésű lepedővégek motívum kincseiből, a lobogósújú ingek motívum kincseinek felhasználásával és a surcok gazdag matyó hímzésanyagának felhasználásával, tehát a matyó hímzés minden stílus korszakának remek darabjait bemutathassák a hímzők, és emellett természetesen a tardi keresztszemes hímzés és a Szent Istváni motívum kincs is beletartozik, ahogy a Bükkalja településeinek anyagából is fogadjuk a matyó hímzés pályázatra érkező darabokat. Tehát a most szereplő öltözett darabokon, hiszen inkább napjaink kortárs öltözetének nevezném, nem is annyira viseletnek, mert csak egyes szabás vonalával utal az eredeti paraszti viseletre, inkább az alkalmazott díszítményekben az öltéstechnikák, hímzés motívumok alkalmazásával valósítja meg a matyó hímzés továbbéltetését. Nagyon érdekesek és szép, visszafogott módon alkalmazzák a hímzéseket a ruházat díszítményeként. Látunk tardi főkötő mintát, illetve Szent Istváni mintát, és apró, ugye vagdalásos, fehér hímzéses öltéstechnikát is, nagyon visszafogottan alkalmazva. De a megnyitó során is említettem, és itt is szóvá kell tennem, hogy a hímzőpályázaton fogadjuk a közösségi terek díszítésére, a szakrális terek használatához alkalmazható textileket is, tehát két oltárterítő is érkezett, éppen fehér vagdalásos technikával, illetve piros keresztszemes kiegészítő öltésekkel díszítve, nagyon szép darabok, és egy kazula is matyó hímzéssel díszítve. A beérkezett és példaértékűnek ítélt darabok mindegyike megtekinthető a Matyó Múzeumban. A Matyó folklór ihlette remekekről Zeleiné Pap Bernadett, a mezőkövesdi Borsóka hímzőkör vezetője számolt be. Mondhatnám, hogy könnyű helyzetben vagyunk, hiszen az egyesületünk a meghirdetője ennek a Száz Rózsás hímzőpályázatnak, de természetesen ez azt is jelenti, hogy azért példát kell mutatnunk, és én azt gondolom, hogy a Borsóka hímzőkör úgy, mint az előző alkalmakkor most is kitett magáért, hiszen a szakkörnek több tagja is nagyon nagy munkával készült. Rajna Mártonné, Kovács Gáspárné, Kovácsné Bujáki Margit, Pap Jánosné, Csörgőné, Márton Éva, Lukácsné, Lengyel Erzsébet, Lázár Erzsébet, tehát majdnem illetve még Márton Jánosnét ki is hagytam. Tehát szinte a szakkör valamennyi tagja készült erre, illetve Tóth Józsefné, aki önállóan is tervez, mert ugye a szakkörben egyes alkalmakra úgy készülünk, mindig új tervekkel, tehát egy ilyen pályázatnál ez nagyon fontos, hogy nem egy meglévő sablont húzunk le és hímezzük ki tudja hányadjára, hanem valami új újdonsággal, és van, aki önállóan is tervezett, például a Tóthné Bető önállóan is nagyon szépen tervez, illetve vannak, akiknek inkább én készítem el ezeket az elképzeléseket, sablonokat, ők pedig gyönyörűen megvalósítják. Olyan értelemben van sorrend, hogy egy pályázat szerencsés esetben legalábbis díjazással jár.
ezt ugye mindig egy kicsit ilyen fura dolog, mert nagyon jó az embereket megjutalmazni, akit meg nem tudjuk, akár anyagiaknál is annak lehet, hogy egy kicsit rossz a szájíze, de én azt gondolom, hogy inkább arra fektetném a hangsúlyt, és hát a zsűri is így osztotta ki a díjakat, hogy a sok gyönyörű és megbízható és pontos, precíz alkotások közül melyek azok, amik igazán példaértékűek, vagy mert újszerűek, vagy mert olyan technikai tudásról tesznek tanúbizonyságot, ami kevés ember kezében van meg. A meghirdetéskor ugye első, második és harmadik díjat hirdettünk meg, illetve külön díjakat, amit a különböző partnereink ajánlottak föl, de olyan nehéz helyzetbe került a zsűri, hogy kiosztáskor sehogy sem boldogultunk, és tulajdonképpen egy első díjat, négy második díjat és egy harmadik díjat osztottunk ki. Azt hozzátenném még, hogy ez a rendezvény is, mint nagyon sok más, az Egyesület saját költségvetéséből rendezi. A Nemzeti Kulturális Arab, illetve a Népművészeti Egyesületek Szövetsége pénzügyi támogatását tudhatjuk még mellette. De természetesen díj sosincs annyi, mint amennyi alkotó, de én azt gondolom, hogy aki megkapta akár a helyezéses díjakat, akár a külön díjakat, az legalább olyan szeretettel fogadta, mint ahogy mi adtuk. Egy nagyon-nagyon szép és nagyon változatos képet mutat, hiszen a baba ruhától a női kosztümig, a Szent Istváni nagyon régi 18. századot idéző szállámvarrott hímzéstől a legújabb stílusú mezőkövesdi hímzésig, tehát térben és időben nagyon sokféle változatot láthatunk, úgyhogy én tényleg mindenkit csak biztatni szeretnék arra, hogy jöjjön el és nézze meg, mert ez egy olyan nagyon szép ellensúlya annak, amit a múzeumban ugye az emeleten látható az évtizedes, évszázados tárgyi relikviák, a textilek, a viseletek, és közben itt van ebben a teremben az, hogy mi ma hímzők, hogy képzeljük el, mire tudjuk ezt használni, és én azt gondolom, hogy mindenki talál benne olyat, ami azt mondja, hogy na ez igen, ez az én lakásomba is beleférne. A negyedik százrózsás hímzőpályázat díjazottjainak névsorát a www.mezőkövest.hu honlapon olvashatják. Ezt követően a Mit jelent számomra Mezőkövest című alkotói pályázat nyertes műveiből készült kiállítás megnyitóján vehettek részt a művészetkedvelők a Matyó Múzeumban. Hosszas latolgatást követően a zsűri megosztotta a dobogós helyeket, az eredményeket a www.mezőkövest.hu honlapon nézhetik meg. A diákok elismerései után átadták a várva várt füzeskúti féle kék festőműhely megmentett műtárgyait a Mezőgazdasági Gépmúzeumban. Az egyedülálló tárlatot Csirmaz István, a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Alapítvány elnöke nyitotta meg. Csirmaz István köszöntőjét dr. Fekete Zoltán beszéde követte. Több mint 25 éve már, 1986-ban rátette a lakatot kékfestőműhely ajtajára Füzeskuti József. Az a kékfestőműhely zárt be, amely csaknem egy évszázadon keresztül működött. Még édesapja, Fürst Géza alapította 1902-ben. Az ő általa készített kékfestőket a budapesti kiállításon és aranyéremmel tüntették ki. Ez az országos elismerés Mezőkövest hírnevét is öregbítette, hiszen a Matyó hímzés is ekkor lett nemzetközi hírű. 19 év után, ha nem is a régi műhely helyén, és a hiányosan is, de Füzeskuti József kékfestőműhelye az abból megmaradt eredeti tárgyakkal méltó helyre került. Köszönet illeti mindazokat, akik fontosnak tartották, hogy amit lehet, megmentsenek az utókor számára e pótolhatatlan ipari műemlékből. Hála Istennek, mindig vannak olyan emberek, akik nem csak szavakban, hanem tettekben is bizonyságot tesznek arról az örök igazságról, miszerint ha múltunkat nem becsüljük meg a jelenben, nem érdemeljük meg a jövőt.
A kékfestőműhely kalandos történetét Hajdú Ráfisi János, a Mezőgazdasági Gépmúzeum Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett alapítója mesélte el a megjelent vendégeknek. Fügedi Márta, néprajzos, múzeológus 1975-ben egy tanulmányába azt írja, hogy a Medőkövesdi műhely az ország keleti felének egyik legjelentősebb kékfestő üzeme volt, amely mintegy akkor már 100 éves múltra tekint vissza. És az iparág akkori hanyatlás ellenére ugye mondja, írja, hogy ez ma is működik. Hát igen, ez városunk egyetlen és legrégebbi kisipari műhelyének megmaradt termelő berendezése. Tudni kell róla, hogy az üzemet tulajdonképpen Köller József még az 1880-as években alapította, és ezt a kis üzemet 1902-ben Füst Géza vásárolta meg, és továbbfejlesztette, nagyon jelentősen. 1945-től fia Füleskúti József üzemeltette. A korhűen kialakított műhelyért köszönetét fejezte ki dr. Horváth László, az adományozó hozzátartozója, a Füleskúti család tagja. Nagyon szépen megcsinálunk, nagyon szépen élet. Köszönöm János bácsinak, hogy ezt végül is ezt megmentette az utókor számára ezt, és a család nagyon hálás, ezért köszönöm szépen. Az átadó zárásaként Jéger Károly pápai prelátus megáldotta a gépmúzeum új részét, majd Csirmaz István, a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Alapítvány elnöke megköszönte Tóth Imre bádogos, Kis Mátyás népi iparművész, Vámos Gusztáv és Farkas István, valamint a közhasznú foglalkoztatottak áldozatos segítségét és közreműködését, akik nélkül nem jöhetett volna létre a múzeum új része. A kékfestő műhely átadását követően a Kavicsos tó és Szabadidő parkban folytatódtak az ünnepi műsorok.